Hello, hello, szia, sok szeretettel üdvözlök a mai videóban, csodás napot reggel estét. Elnézést, kicsit a hangom elment, mert hétvégén a szarsza partiba úgy gondoltam, hogy amikor ki vagyok melegedve, akkor tök jó majd lehű, lehűteni a hideg vízzel. Hát úgy néz ki, hogy ez mégsem volt annyira jó ötlet, de a lényeg az, hogy nem a hideg Bal Balatonban való fürdéstől fáztam meg, úgyhogy azzal még majd azért próbálkozunk. Én nekem Miklós vagyok a Kriptomájc alapítója, elhozom neked a technikai híreket, elemzéseket és mindenféle egyéb érdekességet a kriptovilágról, egészen az AI-tól Web3-ig, DeFi-ig, hogy ezzel edukálnak az internet és a pénz evolúciának a következő szintjéről, ami egyébként lesz majd egy frankó videó, és tudjuk, hogy ez mind nem más, mint a kripto. Csapjunk is bele, kérek egy lájkot, hogy minél több nézőnek földöbbi a YouTube ezt a videót, és ha minél többen nézik, annál többen edukálódnak a kriptóról, úgyhogy valójában ez az egész emberiségnek jót tesz a te lájkod, és egyben iratkozz fel a csatornára, harangocska összes, és akkor kapsz értesítést. Ugye szokás szerint el szoktuk mondani, hogy amit itt információt találsz a videóban, illetve bármilyen formában az egyéb fórumainkon, az nem pénzügyi, nem befektetési tanács, ez szórakoztatás, edukálás, informálás, mindig tedd meg a saját kutatásodat az adott eszközről, projektről, koiról, és mérd a pénzügyi helyzetedet, és hozz egy olyan döntést, amiért te a vállalom, a felelősséget, hát úgy néz ki, hogy a múlt heti nagy esés, amilyen nagy volt, annyira zöldülünk most. Nem minden coin zöldő, viszont látjuk, hogy RUNE, Pendle, Tau, Sui, Sei, Render, ugyan a Render nagy kedvencünk már több mint másfél éve kereskedjük, folyamatosan Szolana, Mina Protocol Blur, és Cardano is megindult, és persze valancs meg kisebb ö, emelkedéssel, de ugyanúgy vezeti. Bitcoin az elmúlt egy hétben 10%-kal van pluszban, úgyhogy teljesen visszakorrigáltunk, és 44 ezer dollár alatt vagyunk még jelenleg. A kérdés az, hogy valójában át fogja törni azt a szintet, amit mindjárt megnézünk. Eltöröm, nem igazából indult meg, még látjuk, hogy nagyjából plusz-nulla az egy, heti, egy héttel ezelőtti árhoz képest, viszont látjuk azt, hogy Solana 25%. Avalancs 25%. Polkadot 11% ICP 17-18% Szóval vannak nagyon-nagyon szépen teljesítő coinok. Celestia, ugye nagy kedvencünk, amit airdrop farmolunk 20% és ugye még sok-sok más, akár arbitram. STX, ugye másik nagy kedvencünk. Sensor ugye egy ai -a kapcsolatos coin, ami megindult hát majd várjuk, hogy egy kicsit visszahúzzon és majd akkor igyekszünk bele be vásárolni. Na nézzük, mit mutat a piaci hangulat. 61-en vagyunk, úgyhogy kapzsi, kicsit mohó a hangulat, azaz jó a hangulat, és látjuk, hogy 50-ig, ugye a semleges zónába csak pár napra mentünk vissza, és sokat nem töltöttünk ott, úgyhogy valójában ez rövid életű volt ez a kis esés, és hogy milyen, milyen esések szoktak jönni, nézzük meg. Ez a pullbacks, ugye a visszahúzódások, az esések, ez a játék része és a 20-30%-os visszaesés az valójában egy egészséges korrekció. Semmi nem tud úgy fölfele menni, hogy nyíl egyenesen, látjuk még egy parabolikus emelkedésben is, van akár 30-40%-os visszaesés, ugye ez volt a 2017-es piac, és 2021-ben is látjuk, hogy 23, 15, 32, 23, és ugye a COVID, Covid esés az majdnem 50% volt, vagy több, több mint 50%-os visszaesés volt. Úgyhogy látjuk, azért volt bőven, és ugye ha azt nézzük, hogy ugye a trendforduló 2023. decemberében volt, azóta is ugye már a negyedik 20%-os visszaesés látjuk. Én azt láttam, hogy a piac már nem ajándékoz meg minket ilyen 30% vagy 40%-os visszaesésekkel. Ez azért van, mert egy érettebb eszközé kezd válni a bitcoin. Persze az altcoinoknál ugye a 40-50% sem feltétlenül ritka, amikor ugye egy ilyen visszahúzódást látunk. Ezt érdemes lementeni, mert azt gondolom, hogy ugye sajnos mindig akkor szoktak az emberek befumozni, amikor már ekkora, ennyire emelkedik, és akkor jó, akkor veszek, akkor most veszek már, nem a partfolyónök majd veszek, viszont pont azt kéne nézni, hogy mikor esik vissza. Például, mint múlt héten, akkor ugye beszéltünk róla, hogy bevásárlunk. Megyünk, veszünk hosszú távra, még ugye nem volt feltétlenül tőkártételes kereskedési lehetőség, illetve elég kockázatos volt, de azt mondtuk, hogy hosszú távon veszünk bitcoint, amikor bement ugye 39.000 dollár alá, meg veszünk 70 dollár körül, meg 75 dollár körül, és azt gondolom, hogy ez mind jó döntésnek bizonyult, mert egyrészt ugye az átlagárhatásunkat, hogyha főleg a bevásárlásunkat ezen időszakokra időzítjük, akkor azonban egy sokkal jobb árhatást érünk el, és ugye ezáltal a profitunk is ezt mind lájkolni, és meg osztani ér, és persze ezt le is tudod magadnak tölteni, nyomsz egy jobb egérgombot és képmentése. Másként, na mi történik az ETF-ekkel? Majdnem 6 milliárd dollár volt már ugye a beáromlás, persze a grészkének van egy 5 milliárd dolláros kiáromlás, úgyhogy durván ez a 800 kötőjel, 800 millió kötőjel 1 milliárd dollár a nettó beáromlás, viszont azon, hogy így is nagyon komoly, ugye bőven már megelőzte az első héten az ezüstöt, ugye a Bitcoin ETF, és ugye lassul le a kiáromlás a grayscale de szerintem erről még lesz hír. Mindjárt megnézzük ezt a kis videót, mert ez tök jó. Remélem, hogyha tudsz angolul, akkor érted, de majd kommentelem egy picit. I met with Larry Fink in November 2021. He says, You really like this Bitcoin? I said, yeah, I do. And then he looked at me and said, Bitcoin sucks. I said to Larry, Okay. I said, I think you're wrong. I just think you need to do more homework. Now, there's a guy named Robbie Michnik at BlackRock. He's a young kid. He came into BlackRock with the idea of creating a Bitcoin ETF. He orange pilled Larry. And I'm going to give Larry a lot of credit because Larry actually did the homework. Larry did the reversal as a result of being steeped in understanding exactly what it was and why. it will be an international store of value. It takes a very smart leader to pridefully say that Bitcoin sucks and then 24 months later say, you know what, I've got this wrong. BlackRock needs to be a part of this. Mert, amit elmondott, ő Antoni Scaramucci, aki ugye nagy kripto befektető, például a kedvenc projektemben, ugye a Vulcan Forge-ban is nagy befektető ő, meg talán a Metikben is. Volt elnöki tanácsoló Amerikában, szól, ugye elég geopolitikai életben is ott van. Nagyon bírom őt és ugye Scott, a Scott melkerrel volt ez a kis uh, interjú, és ugye arról beszél, hogy Larry Fink, ugye a BlackRock vezére, a pár éve ugye azt mondta, hát ez a bitcoin egy szívás, mert ez össze-vissza megy föl, meg le, meg, meg semmi, semmi, valós dolog, ez egy ilyen scam szívás ez az egész, úgyhogy pedig ugye az Antonis Karamucsi már akkor próbálta meggyőzni, hogy, hogy foglalkozzon ezzel az eszközzel. Majd ugye egy fiatal ember, akit itt mutattak, megérkezett a BlackRockhoz, aki nagyon otthon volt a bitcoinba, és ő ugye beadta a narancsárga tablettát. Ugye itt az orange pill, mivel a bitcoinnak a színe narancsárga, ezért orange pill, azaz narancsárga tablettát veszünk be. Nem az, hogy nem tudom, kék vagy piros, ugye talán a Mátrizban kék vagy piros. Itt narancsárga tablettát veszünk, és Larry Fink bevette, megtette a saját kutatását elég komolyan, és azt mondta, hogy hát rosszul láttam a dolgokat, nekünk ez az eszköz kell, és csináljunk ETF-et, úgyhogy ennek is mehet egy like. Na nézzük a Bitcoin halving, azaz Bitcoin felezés 5 ö, szakaszát, szerintem így fogjuk nézni, mert akkor így jobban látjuk, ugye van a, a halving előtti szakasz, ez a kis narancsárga, hogy ebben vagyunk most, körülbelül 77 nap az áprilisi felezés előtt, ugye most vagyunk, hát most már ennél közelebb is vagyunk szerintem, de körülbelül ott, ott vagyunk, hogy ezt a narancsárga szakaszt kezdjük elhagyni, és ugye itt előfordulnak még azok, hogy akár esés van, látjuk, hogy 2020-ban volt egy fekete hattyú esemény, amit múltkor valamik videóban elmondtam, hogy a fekete hattyú, ugye egy olyan nem várt dolog, ami teljesen összeomlasztja az árat, akár fölfel, akár lefele, viszont ugye ebben a, az időszakban láthatunk 18%-os eséseket is, és ugye még a ez a, az időszak nagyban rövidül, azt írja, hogy 14 nap van még erre az időszakra. Majd jön a pre-Having rally, ami ez a, ez a zöldeskék, vagy nem is tudom ez milyen szín, ilyen türkiszszerű szín. Abban ugye van egy Having előtti rally, ez általában a Having előtt 60 nappal indul meg, és szerintem majd lehet, hogy mindjárt nézzünk valamit, hogy mikor van a bitcoin halving, jó, mert beírjuk ide ugye a Google a barátunk, és akkor ő meg fogja mondani, hogy mikor van Bitcoin halving. Virchess fogja, nem, nem a Virchess fogja kell nekünk. Bitpanda. Oké. Okay. is next one? jó, ez jó lesz nekünk. Déten Kandan az is jó. Jó. Mindjárt mondja nekünk, hogy mennyi, hogy ez a binance az oldal. 78 nap, szóval 78 nap múlva lesz a Bitcoin felezés, szóval valójában pont most lépünk ebből a narancsárga zónából ebben a türkiszkékbe, és ugye ebben láthatunk egy frankó rallit. Ugye előtte már a befektetők bevásárolgattak, szépen betankolgattak, itt élvezik a rallit, hogy jön a retail, igyekeznek minél nagyobb hype-ot kelteni, szóval nem csodálkoznék, hogyha a következő időszakban rengeteg hype történne a Bitcoin, Bitcoin halving kapcsán, és ugye akár a retail, befektetőket, kis befektetőket rápörgetni. Majd ugye ezek a nagy befektetők, akik itt bevásároltak akár a mostani esésben, akár ugye itt ö, a ö, pár hónappal ezelőtt, a, ugye ők ö, itt profitot fognak realizálni. Ez a ö, kék kör, ez a pre having retrace, azaz a halving előtt, illetve halving során van egy visszahúzódás. Látjuk, hogy ez, ö, ez is tud lenni. 2016-ban 38%, 2020-ban 20%. Majd ugye jön egy piros zóna, ez a újra felhamozási zóna, ami elég csapkodós, azt írja, hogy 150 nap lehet, azaz 5 hónap, és ugye mivel sok befektetőt kiráztak, ezért ugye ez egy csapkodós időszak lesz, sokakat még kiráznak, viszont ugye a mélypontokban itt már frankó lehet vásárolgatni, és ugye jön a parabolikus felfele trend, ami ugye ez a nagy zöldet mutatja, és ugye, akkor megyünk új csúcsokra. Ez is itt van a Twitter-em, itt végig tudod nézni, tudod lájkolni, tudod megosztani, bármit amit szeretnél. Ez a másik kedvencem. A lényeg a bitcoin a pénz evolúciója is. Ezt el szoktam mondani a Grátis webináron, hogy az arany óta, ami ugye az arany azért az több ezer évig dominálta a pénz szerepét és más népek vagy más fajok is az arany miatt jöttek ide a Földre, de erről majd olvassa egy kicsit többet. A Viszont ugye az arany óta nem láttunk ekkora innovációt. Az adóssága a fedezett pénz az nem innováció, hanem az egy csapda, legalábbis az én meglátásom szerint nem kell, hogy ezzel egyetértsé, én így látom. Viszont a bitcoin egy valós olyan dolog, mint az arany, csak digitális, úgyhogy ez az evolúció következő szintje. Ennek is mehet a megosztás. Jó, jön a DeFi 2.0, szerintem aki lesz rakva a videó, hét tőzsdé lesz listázva, hogy ebben a token szélben részt vettünk. Kijön a videóban, hogy hogyan regisztrálj fiokod, de a klémet, a lehívást azt holnap tudjuk megtenni, úgyhogy majd holnap akkor kijön egy másik videó. Mert ezt nézd meg, mert ezt is imádom. Begin with, with this story. So basically for absolutely no reason, I've always been kind of interested in finance and Business and the economy but I do remember a few years ago reading about something called Bitcoin, basically an alternative currency that isn't run by any central bank or anything like that. It seemed really smart to make a small investment in it because I knew that there was a lot of economic problems around the world and I thought you know maybe this is something people will turn to as a safe haven but the process of buying Bitcoin seemed complicated and it was just a passing thing, so I, you know I forgot about it again, last week or something, Bitcoin was in the news and it reminded me of it, and I looked it up and okay, when I was first reading about Bitcoin and maybe thinking about Buying some coins. I remember it was really cheap, like fifty some cents, I think. And last week it was at forty-seven dollars. It went from like fifty some cents to forty-seven dollars in probably I don't know two years, two and a half years. If I would have listened to my gut, I'd have so much money right now. Nahez, ez mindenkinek az, hogy soha nem késő bitcoint venni, soha nem késő bitcoint venni, mert a 8 milliárd emberből igazából 50 millió pénztárcának van, és tudjuk, hogy van olyan ember, akinek valószínű, hogy van 10 pénztárcája. Ez a hölgy ugye elmondta, miközben is süti a haját, nagyon poénosan, nagyon, nagyon frankó, hogy 2013-ban ugye találkozott a bitcoin, 50 cent volt, azaz 0,1 egy fél dollár volt egy bitcoin, majd ugye pár hétre vagy pár hónap múlva ránézett, akkor még már majdnem 50 dollár volt egy bitcoin, ugye még az 50 dollár is rendkívül alacsony lenne nekünk, de hát ő már akkor lesokolódott, hogy ugye az 50 centről ez fölment, ugye 100 szorosra jól számolom így fejbe, úgyhogy soha nem késő. Persze, ugye a most már az emelkedés az egy kicsit kiegyensúlyozottabb, de soha nem késő. Majd, jöhet egy short squeeze, ugye ez a hőtérkép azt mutatja, hogy itt a 43400, ugye pont ahol most vagyunk, felett elég short pozíció épített, és hogyha azt áttörjük föl-föl, akkor egész 44 dollárig lehet egy short squeeze, azaz az esésre játszó pozíciókat zárni kell, és a szvétel lehet zárni, és ez kilövi az árat. Jó, na hát csak azért kontrollálnak minket, mert ugye a valutájukat használjuk. Mit használjunk? Hát természetesen bitcoin, mert az mindenki és senkié. 31,3%-kal vagyunk a Mika piacban, ezt érőnként érdemes erre elnézni, és akkor nézzük meg ezt az másik. -t. Nem egy logaritmikus csárt, ugye ez egy rendes csár. de nézd meg, 100 dollárból mennyi arany lett, körülbelül lett belőle talán pár ezer dollár, két-három ezer dollár. Ha 2014-ben tett bele valaki 100 dollárt mindkét eszközbe, a bitcoin ugye a csúcson 500 ezer dollárt ért, az a 100 dollárért megvásárolt bitcoin, és akkor nem is számoltunk azzal, hogy valaki átlagár az, amikor leesik az ára, és ugye látjuk, hogy egy-egy ilyen emelkedés milyen ö, milyen ijesztőnek és meredeknek tűnt, és utána mekkora jött. Úgyhogy ezt mindenképpen gyere és itt nézd meg a Twitteren, szerintem beraktam a Telegramunkra is. A Telegramunknak a linkét megtalálod a leírásból, hogy feltétlenül nézd meg. Szerintem oda is betettem ezt a, a, a linket. Jó, erről már ugye múltkor beszéltünk, hogy a GBTC-nél csökken a, a kiáromlás, az egyéb szereplőknél viszont egy picit csökken a beáramlás, és konszolidálódik a piac. Viszont ugye ez az összes 6 milliárd dollár, ami azt mondom, hogy a hét végére akár lehet 8 milliárd dollár is az elképesztő magasságba mehet, és a GBTC nek ugye az, amit eladnak, amit a GBTC hát Bitcoin Trust, illetve most már Bitcoin ETF, amit elad, az 30 napon belül nem vásárolhatja vissza, mert van egy ilyen vast trading nevű szabály, úgyhogy majd amikor nekiállnak vásárolni, akkor lesz itt nagy meglepetés. Erről meg már beszéltem előzőleg. Jó, mit látunk a charton? Azt gondolom, hogy egyelőre ö, örömkörünk a charton, viszont komoly ellenállásokhoz érkeztünk, úgyhogy itt volt egy long pozíciónk, ez a long ugye múlt héten indítottuk, a, amikor ugye törtük ezt a 40.300-as szintet, ez a longunk, ez kb. 8%-os pluszban van, tő, átétele, ugye ez tud lenni akár 80 is, viszont megérkeztünk a 43.400 dolláros horizontális ellenálláshoz, és pont itt van ez a két rendvonal, ami ugye az emelkedést támogat, és jelenleg alatta vagyunk, és ugye sajnos benne van a pakliba, hogy itt lefordulunk, ugye hogyha pont a Patreonra tegnap csináltunk egy update hogy mi van akkor, ha lefordulunk, benne van a pakliba, hogy lefordulunk, és tovább esünk, ha viszont átviszük, akkor azon, hogy és mehetünk akár az 50 ezer dollár irányába. Szerintem itt pár napig el fogunk kormányszolni, hogy minél több embert kiedege, idegeljen, szóval valószínű, a 41 ezer 700 meg a 43400 között fogunk oldalazgatni, viszont emellett nagyon-nagyon szépen megindultak ugye kedvenc a Avalancsnál ugye volt egy gyönyörű 25%-os, minden kitört, és ugye ezt már írtam pénteken is, hogy kezdenek kitörni az altcoinok, sőt be is tettem a Telegramba egy linket, valamint a Patreonra minden egyes trading view link, minden egyes trade setupot oda tettünk, úgyhogy Avalancs gyönyörűen elindult, Atom is törésben van, még annyira nem indult el. Ugye AGX kedvencünk is elindult, és jóformán bárhova megyünk, a, a legtöbb ugye coinál azt látjuk, hogy elindult, ugye dotnál is volt, hogy dotnál éppen most van a kitörés, de azt gondolom, hogy nagy kedvencünknél például rendernél is láttam nagy megindulást, de akár Vulcan forge is render, gyönyörűen megindult a render, Rocket is, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon jól lennünk, és talán a Solana is kitört. A Solana is gyönyörűen kitört esték, a szóval rengeteg coin tört, rengeteg coin, talán legtöbbet a, a, a del e, tudtunk így menni, ugye látjuk, hogy a szej az most indult meg igazából, de ugye ezt a trédet már múlt hét végén setupoltuk, 18%-os pluszban van. A, ezeket a trédeket hol e, tudod követni? van egy Patreon csatornánk, és a Crypto Minds Pro van tesszük közzé a technikai elemzéseket, trécetapokat, valamint fundamentális elemzéseket. Rengeteg airdrop, általában hetente három airdropot teszünk ki. A Manta airdropból is gyönyörű ö, kerekedett, viszont most volt a Jupiter launchpadjének az elropja. Szóval szépen jönnek az összes ökoszisztéma elropja, szépen fizet. Egyébként stéker és farmolás és launchpad is szerepelnek itt, úgyhogy gyere, itt tesszük ezeket közzé. Valamint tartunk ingyenes webinárokat, annak a linkjét mert a gratis webinár, iratkozz fel, az általában a héten többet tartunk. Most, hogyha jobban leszek, akkor fogunk tartani, hanem akkor majd, amikor picivel jobban leszek, meg látjuk. Szóval örülök, hogy itt voltál, azt gondolom, hogy Bitcoin és altcoinok nagyon-nagyon jól szerepelnek, viszont jöhet egy megálló, ami leginkább ugye a Bitcoinnál látható ellenállások, ami ugye szól az ellenállás amellett, hogy ott le legyen egy visszahúzás, valamint ugye a short squeeze meg szól amellett, hogy ugye áttörjük, meglátjuk, hogy melyik fog megtörténni, és ugye egyben várunk szeretettel a Telegram csatornán, linkje a leírásban, valamint a Twitteren. örülök, hogy itt voltál, fantasztikus napot, hello!